Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit zentáborunk megnyitó estéjén. Külön öröm és megtiszteltetés, hogy Daubner Bélát, doktor urat üdvözölhetjük itt. És kérem, hogy az Om Nam mantrával indítsuk a mai dharma beszédünket közösen, habcsankban 7-szer. Om Nam. Om Nam. Om Nam. Om Nam. Om Nam. Köszönöm szépen. Felkérem Bélát, hogy tartsa meg a bevezetőjét, utána én is szólok egy pár szót, és utána tiétek a lehetőség, hogy kérdezzetek. Hát én a személyiségről szeretnék beszélni nektek, egy kicsit a nyugati oldalt is, meg a keletit is mondanám, és megpróbálom ezt fúzióba. Azért tartom nagyon fontosnak, mert minden, amit csinálsz, azt a személyiséget csinálja. Ezért ez nagyon fontos, és az egyik dolog, ami miatt a mi kapcsolatunk létrejött, az az, hogy én a Sunimtól azt hallottam, hogy van személyiség és van ego, és hogy ez nem ugyanaz, és nem azt kell csinálni, a személyiségtől meg kell szabadulni. És hogy a legmagasabb szintű beavatottak is, vagy megvilágosodottak is, a világhoz a személyiségükön keresztül kapcsolnak. Az, hogy nincs benne egoitás, az egy nagyon jó dolog, de ez akkor is személyiség. És hogy erről hogy gondolkoztak? Nyugaton Freuddal kezdődött, alig volt előtte, aki egy pici kis pszichológia volt, de úgy, hogy az ember az hogy is működik, hát az Isten teremtménye minden tökéletes vele. Nyilván látták, hogy azért nem teljesen igaz, de úgy elholtak ezzel, és hát Freud kezdte azt, hogy van tudattalan. És ugye a másik dolog az a szexualitás volt, amit így elkezdett fölvállalni. És hát ez a folyamat ma is tart, ugye ennek a eltorzult formája a gender vagy gender, ki hogy ejti. De aztán ez ment tovább, és elég hamar kiderült Junggal, hogy nagyon szegényes ez a freudi személyiségmodell, és ő kibővített a kollektív tudattalan fogalommal, és hát ez nagyon komolyan ezt megnyitotta, és nagyon komolyan elindult egy közeledés a keleti megközelítés felé. Jungról egy picit csak ilyen anekdotaszerűen, hogy hát ő elindult Indiába, de egyetlen egy szent emberrel se találkozott, pedig meg volt szervezve. És azt mondta, hogy az, amit ők képviselnek, az még számára nem elérhető. Nincs róla saját személyes tapasztalata, ezért ezzel nem élne ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy úgy volt Indiában, hogy nem találkozott magas szintű szellemi személyiségekkel. És aztán ez megy tovább, tehát nagyon sok minden megjelenik. Az egyik nagyon fontos dolog, ami nem olyan rég jelent meg, az, hogy elkezdték megnézni a gondolatot, meg elkezdték azt megnézni, hogy miért viselkedünk, hogy viselkedünk egyáltalán, hogy mi az, hogy emberi viselkedés, van-e ennek szabálya, vagy nincs. És hát sok minden derült ki. A viselkedéses megközelítés azt mondta, hogy van egy hatás, van egy válasz, és közben van a fekete doboz, az ember. És hogy ez nem lényeges. És hogy ez a fekete doboz, az egységesen viselkedik.
Ez a terápiás irányzat jelenleg is tart, csak már egy kicsit árnyaltabb, és aztán elég hamar kiderült, hogy a fekete doboz a legfontosabb, vagyis az ember, aki megvalósít. És akkor lett egy következő lépése, az az volt, hogy hogy is gondolkozunk, vagy mi is van a gondolattal. Kiderült egy olyan összefüggés, nem olyan régen, hogy a hangulat, nem a hangulat zavar uralja a gondolatodat, hanem a gondolatod hozza létre a hangulatzavart. Ez óriásit szólt. Ugye az összes depresszív teória így összeomlott, és hát nem volt egyszerű elfogadtatni, de akárhányszor megvizsgálják, mindig kiderül, hogy így van. És aztán hát ez se állt meg, hanem működött tovább. Ugye a kognitív személyiségmodell, csak nagyon leegyszerűsítve mondom, az azt mondja, hogy van a gondolat. A gondolatot megelőzi az attitűd. Ez az attitűd már a tudattalamban van. Tehát egyetlen egy gondolatodat se te gondolsz, hanem a tudattalanodban lévő attitűdrendszer vetítődik ki a gondolat formájába. És hát ez azért elég izgalmas dolog. Ugye megélés szintjén azt higgyük, hogy mindent mi határozunk meg, mindent mi gondolunk el, az abszolút tökéletes, stb. Stb. Nem, az attitűdjeink nyilvánulnak meg a gondolatunkba. De hát ez az attitűdrendszer van a legközelebb a tudatossághoz, és alatta ott vannak a szokásaink, és ott vannak a hiedelmeink. Ezek aztán már végképp nem tudatosak. Ahogy kezet fogsz, azt nem tudatosan csinálod, hanem megcsinálod. Vagy ahogy visszaköszönsz. Ebben nagyon kevés a tudatosság, csak utólag észreveszed, ha nagyon meg akarod vizsgálni. És hát ez alatt még van egy rendszer, ez a séma rendszer. Ez jön kora gyerekkorunkból, a nyugat szerint. Kora gyerekkorunkból. Elsősorban anyai, apai, és akkor ugye itt van benne a freudi rendszer, hogy minden az anyánkkal való kapcsolatból ered, ami hát azért sok sebből vérzik, hogy nem így van. Ha ez így lenne, akkor akinek van mondjuk 5 gyereke, akkor őt ugyanolyan gyereke lenne. Nem ezt lehet látni. Sőt, még ha az apák is ugyanazok, ugye akkor meg pláne így kéne lenni, de az 5 különféle gyerek mitől lesz különféle? Ez egy nagy kérdés. És hát ugye itt a séma, ez azért csak 10-valahány éve működik, azóta lett kimondva. Igazából a sématerápiának eszközrendszere még nem sok van, de egy nagyon jó diagnosztikus rendszer a saját magam megismerése felé is. Van még egy nagyon fontos váltás, ez pedig a transzcendenciának a megjelenése. A transzcendencia és a transzpersonális technikák azok azt tűzték ki, hogy az egoizmust vagy az ego részünket meghaladva ugye transzcendálunk, ez azt jelenti nagyon egyszerűen, hogy a személyiség elhagyja az ego tartományt és meghaladja. Na most ez hogy lehet terápiás módszerekkel megcsinálni? És hát itt nagyon erősen kapcsolódik ez a már a meditációhoz. Ennek az a történelme, hogy a nyugati társadalmakban, elsősorban az Egyesült Államokban, múlt évszázad közepe táján megjelent egy csomó magas szintű, aránylag fiatal ember, aki elkezdte tanítani az ő tanait. A mi rendszerünk a Himalája tradíció, ez egy jóga rendszer, ez ennek a Swami Rama volt a képviselője, akit még 30 évesen volt, amikor a mestere elküldte, hogy menj el Japánba, onnan Amerikába is tanítsál. És hát ő ezt meg elkövette, úgyhogy azért a hindu egyeteme mellé még egy-két nyugatit is hozzá kapcsolt, tehát elvégezte, és ezt megpróbált összekni. És ennek az a háttere, hogy ez a két kultúra,
úgy tud igazán találkozni, úgy, hogy a nyugat befogadja, hogy úgy kell csinálni, hogy be tudja fogadni. Ezért mentek oda. És hát itt nagyon izgalmas dolgok vannak a háttérben, majd kicsit később visszatérek, mik ezek. És hát ez a befogadás megtörtént. Tehát például a Himalája tradíció szétterjedt az egész világon, nagyon sok fele megtalálható ma is, és hát megjelent az, hogy elkezdődtek összekapcsolni a nyugati pszichoterápiás eszköztárat és a keletieket. Ez a folyamat most is tart. Nagyon izgalmas dolgok történnek, és én azt gondolom, hogy a sématerápiából semmi nem lenne, ha ezt nem előzte volna meg az, hogy komoly önismereti munkát végeztek Jangék, aki ugye ezt az egészet elindította. Tehát, hogy a technikákat már valahogy összehozták, és úgy eredményezik ezeket a lépéseket. Most nézzük meg ezt az egészet keletről. Nagyon felszínes lesz csak épp, hogy ráhangolódjunk. Ugye az egyik, vagy lehet a legrégibb írott dolgok az a védikus bölcselet. És a védikus bölcseletnek a megvalósítása hosszú ideig tartó egész társadalmat mozgató rendszer volt, csak aztán az történt, hogy a papság, ami ugye a legfelső réteg volt, az nagyon visszaélt azzal, hogy az Istennel való kapcsolat csak rajta keresztül történhet meg. Túl ritualizálódott a társadalom, nagyon sok állatáldozattal és nagyon sok ajándékkal tudtál te kapcsolódni rajtuk keresztül az Istenhez, és hát elkezdtek többen, itt a második rendből, azt hiszem ksatria, vagy hogy hívják? Ksatria rendből gondolkozó emberek elmentek az erdőbe, és azt mondták, hogy ők szeretnék személyesen kapcsolódni az Istenhez, segítség nélkül. És hát az kialakult a Szankja rendszer, ami ma alig ismert rendszer, mert valahogy eltűnt, de nagyon erősen hatott erre a mozgásra, és amennyire én tudom, de ez nem biztos, hogy igaz, hogy Buddha is 10 évig járt egy Szankja mesterhez, és ugye azokat a gyakorlatokat, amit aztán a középúthoz őt elvezette, annak az eleje a Szankjához kapcsolódik. És hogy aztán ott milyen gyakorlás, meg hogy volt, hogy történt pontosan, ezt így nagyon nehéz visszaállítani. És akkor ez úgy ment tovább, hogy ugye amikor a Buddha tanai megjelentek, akkor egy óriási terjedés történt a Ganges völgyébe, viszont lett egy ellentétes folyamat is. Shankaracharya elkezdte megreformálni a jogikus megközelítést, és hát nagyon sokat beépített a Szankjából, a Szankja rendszerből. Egyetlen dolgot, viszont az első lépést azt nem fogadta el, hogy van a Purusa és a Prakriti. Tehát az ő rendszerében ez nem két dolog. Egyébként meg a megvalósításban nagyon sok a hasonlóság. És akkor visszatérve a személyiséghez, hogy hogy is volt ez. Milyen emberkép lehet? És akkor én most egy kicsit beszélnék a jogának a emberképéről. Abba ugye teljes az egyezés, hogy 5 érzékelés van. Ez 5 érzékszervünk végzi. A manasznak hívjuk azt a személyiség részt, amelyik ezt összehangolja, egységesíti, és tovább küldi. És ahova tovább küldi, az a hamkára, az én, aki eleve csinál egy vizsgálatot, hogy előnyös vagy előnytelen,
most lehet így mondani, jó vagy rossz, én jobban szeretem, hogy a fejlődés segítő vagy nem segítő, és ez megy tovább. Tehát a manasznak nem csak az a szerepe, hogy érzékel, hanem az a szerepe is, hogy ezt összesíti. Tehát ebből lesz egy megélés. Ezt megélheted te is, mikor 2-3 érzékszerven keresztül egyszerre mondjuk hallgatsz valamit, és akkor azt látod is, hallod is, és lehet, hogy még testi érzéseid is vannak tőle, és hogy ez így egybe van. Na, ezt a manasz végzi, és a manasz végez ilyet, hogy a racionális gondolkozás, a megkülönböztetés, tehát ezek ott történnek. De az egész, ami ott összeáll, az egy minősítés alá kerül, ez az én tudat, az Ahamkára. És a előnyös és hátrányos. Ha hátrányos, akkor lekerül a tudattalamba. Ha előnyös, akkor tovább kerül a buddhiba. Na most ebben a rendszerben a buddhi az a legmagasabb szint. Tehát az a korona. A buddhinak az egyszerű működése a megkülönböztetés. Ugye itt már nagyon fontos az, az előbb elfelejtettem mondani, hogy az Ahamkárába már minden valamihez viszonyul, tehát dualitás van. Az érdekes, hogy amit te látsz, az dualitás. Hát attól függ, hogy milyen a tudatosságod. De hogy itt nagyon komolyan kialakul az én tudat. És amikor az Ahamkára azt nézi, hogy ez előnyös, nem előnyös, jó vagy rossz, akkor az mindig a te szem, ahol tartasz a fejlődés, annak megfelelően lesz ez előnyös vagy nem előnyös. És ezt a megkülönböztetést végzi a buddhi, de a buddhinak ez 1-2%. Ez minden emberben működik. De mi a többi? Hát a többi azok a tevékenységek, amelyek ma az intuícióhoz tartoznak. És hát ez az, amit ugye mi célzunk is, hogy kifejlesszük, és hát ennek az által most kezdve megfelelően a Kuan az egy segítője, hogy te nyisd ezt a részedet, és legyél ebbe is tudatos. Az intuíció mindenkiben valamennyire működik, mindenkinek vannak ráérzései, meglát olyan összefüggéseket, amit eddig nem látott meg, de hát az annyit jelent, hogy ezen gondolkozás mögött mindig fut az intuitív, csak nem vagy benne tudatos. Na most tudatosítani kell. És ez a tudatosítás jelenti azt, hogy haladok, ugye az önvaló felé, ebben az esetben ezt többnyire Atmannak hívjuk, tehát az Atman felé haladok, és az Atman fénye egyre inkább átragyogja az ismereteimet, ha haladok az Atman felé. Na de mi történik azzal, ami nem kerül a buddhiba, hanem lenyomódik a tudattalamba, amit ugye csittának hívhatunk, és ebben a rendszerben ez két komoly részre húzódik. Az egyik az a része a csittának, ami ebbe az életbe keletkezett. A másik nagy, sokkal nagyobb része, ami nem ebbe az életbe keletkezett. Nem az általad szerzett ismeretekből épül föl, hanem annál sokkal tágabb, és a téridő korlátai kevésbé korlátozák. Ez nagyon hasonlít, amit az előbb mondtam a Jungra, hogy belépett a kollektív tudattalan. Csak addig, amíg a Jungnál, ez az archetipusoknál megállt, és a Jung azt mondta, hogy a legnagyobb archetipus az Isten, az nem tartozik a pszichológiához, az a vallásnak a része. Ezzel a keletiek nem értenek egyet. És ez a, én szerintem is, persze az, hogy én mit hiszek, az egy lényegtelen dolog, az, hogy én nekem hol van a tudatosságom határa, az egy nagyon fontos dolog. És ebbe a csitta részbe, ugye, ha bármi, ami ott van, minden, ami nem tudatos, az tudatosítható. Most hogy lehet tudatosítani?
csak egyféle kép lehet, úgy, hogy a manasz lelassul. Hogy meditálunk? Lekapcsoljuk azt, hogy benne legyünk az öt érzékszerben. Nem megszűnik, nem süketülsz, nem bakulsz meg, hanem nem lesz jelentős. Tehát elkezded a manasz működését, a manasz zakatolását leállítani. Elkezd leállni az ahamkára, vagyis az én tudat. Ezért van lehetőség arra, hogy az én tudat kezd átalakulni, egyre finomodik, és egyre kisebb jelentőségű lesz. És bekerülünk a buddhinak a magasabb szintjére. És amikor a buddhi körül lecsendesednek ezek a dolgok, akkor elkezd hozzáférhetővé válni a citta. Ugye először milyen emlékek jönnek föl? Az életedből jönnek föl emlékek. Eleinte rendszerint mostanában történt, ami zavar. Aztán később egyre mélyebbről jönnek fel a dolgok. Aztán egyszer csak elhagyod ezt a korlátot, és még mélyebbről jönnek föl. És akkor a tudatosságod, az ez életi tudatosságod határát meghaladta. De nem áll meg. Tehát ez a tudatosság kitágulhat úgy is, hogy ennek a teremtett világnak a határait is átléped. És előző teremtéseket is megélhetsz. Miért ne? Hiszen az mindannyiunknak a kollektív tudattalannyában ott van. Csak nem férünk hozzá. Tehát, hogy ezek elkezdenek hozzáférhetővé válni, és a buddhi ennek a kulcsa, tehát a buddhin keresztül tudod ezt csinálni, ebbe a rendszerbe, ezt így hívjuk. Ezt ne persze más rendszerekben másképp hívjuk, de igazából az összefüggések olyan nagyon nem változnak ettől. És mindegynek az a lényege, hogy az önvalóhoz, akinek ahol a tudatosságnak nincs határa, ahhoz közelítsünk. És ez így jelenik meg bennünk. Na most, tehát ez most egy ilyen rendszer volt. Hogy kapcsolható ez hozzá a nyugati gondolkozáshoz és a nyugati rendszerekhez? Ugye az első nagy bukfenc az ott van, hogy meg kell határozni bizonyos dolgokat. Tehát az egyik ilyen nagyon nehéz volt az elme fogalma. Az elmét az múlt évszázad 90-valahányas éveiben határozták meg először nyugaton. Azt mondták, hogy az elme rengetegféle tudományág volt összegyűjtve, és arra jutottak, hogy emberi testbe ágyazott, emberi kapcsolatokban megjelenő információ és energia áramlás. És ezzel mindenki egyetértett. Na most ez egy óriási dolog volt, hogy ez meg lett határozva. A nyugati oldalon én szerintem a legnagyobb probléma jelenleg az, hogy a tudat még mindig nincs fölvállalva. Ez azért érthető, mert tudományosan a tudat nem vizsgálható. A tudatnak bizonyos kis szeletei tudományosan vizsgálhatók, de az egész tudat az nem vizsgálható. Hiszen ha tudományosan vizsgálható lenne, akkor ugyanolyan körülmények között ugyanannak kellene, hogy legyen, de hát ez közel sincs. Tehát, hogy nem olyan könnyű ezt a nyugati megközelítéssel megközelíteni. Ugye a pszichológia állandóan elakad ezekkel a tesztekkel, ezeket például a papírceruza tesztekkel, hát csinálsz 20-at, az 20-féle lesz. Én még ugyanolyat, hogy valaki pontosan ugyanúgy kiállít egy papírceruza tesztet, mint egy másik ember, ilyennel nem nagyon találkozta. Tehát ez egy nagyon felszínes szintje. Igazából, ami a személyiségre komoly választ ad a mai pszichológiába, az az egyik, ugye a foltok nézése, és mire asszociálsz belőle, vagyis a rációnak a legkisebb szikrája sincs benne, hogy te abban mit látsz bele. Ugye ez a rósak, a róvizsgálat. A másik az, hogy arcokat nézel, és kiválasztod, hogy jó vagy rossz, vagy ilyen vagy olyan. Hát ez sem racionális. Ennek sincs teljesen megismételhető, hogy ugyanúgy, tehát ezek így nem működnek. Itt ugye egy olyan dologba lépünk bele, amit óriási fontossága van, és sajnos
a tudományos gondolkozás ezt nem tudja meghaladni, az a következő, hogy az igazi tudás csak tapasztalati tudás által sajátítható el. Most egy tapasztalati tudás, az tudományos dolog, ugyanazt tapasztalja? Hát nem létezik. Tehát, hogy óriási probléma van a tapasztalati tudással. Viszont a tudásnak egy bizonyos mélysége, az nem lehet más, csak tapasztalati tudás. Nekem például a mindennapjaiban ez a legnagyobb probléma, hogy tanítok orvosokat, pszichológusokat, pszichoterápiára. Mondd meg, Béla, ez hogy van? Mondom, tapasztald meg. De hát addig hogy csináljam, míg nem tudom? Úgy tudod meg, hogy megtapasztalod. Nem lehet megmondani, hogy te hogy csináld. Képtelenség. Iszonyú nehezen tudják elfogadni. Ugye a bölcsészeten tanulják az embert, hát legjobb esetben 6, de inkább 12 évig, mire már minden fokozatot megszerzel, ebbe alig van tapasztalati tudás. Tehát nekem mindig megáll az agyam, hogy elkezd valaki pszichológus lenni, az azt jelenti, vagy tanulni, az azt jelenti, hogy emberrel fogok foglalkozni. Na de ha az emberrel való foglalkozásról évekig egy kuk nincs, az elméletet tanítják csak róla. Miért ne lehetne meg azzal kezdeni, hogy önismereti csoport, miért ne lehetne azzal kezdeni, hogy kezd el a kognitívnak az alapjait elsajátítani, hogy valaki hogy gondolkozik, miért ne lehetne innen kezdeni? Miért kell csak elméletet tanulni? De hát ez van. És ugye, amit én tanítok például, hogy módosult tudatállapotban hogy dolgozzanak, az egy megváltozott tudatállapotban lévő tapasztalat. Tehát mikor én azt mondom valakinek, hogy képzel egy rétet, akkor ő elkezd elképzelni egy rétet. De hát én még két egyforma réttel nem találkoztam eddig. Ahhoz, hogy te tudjál dolgozni, és azt mond a paciensednek, hogy képzelj rétet, azelőtt nekem el kell képzelni a rétet. Túl kell ezen esni. És mi így is képzünk. A legnagyobb ellenállások itt vannak. Jó, Béla, ez jól hangzik, ahogy magyarázod, de, ne, de mondd meg pontosan. Nem tudom pontosan megmondani. De mondom, gyere, ülj ki. És van bátor, aki kiül. És akkor bemutatok rajta valamit. És akkor megtapasztalja. Ezt a megoldást sajnos a nyugat még mindig nem tudja elfogadni. Tehát bizonyos eredmények vannak. Nem, na most ez az, amire azt mondtam, hogy a tudat még nem eléggé hozzáférhető. A tudatot hogy tudod megismerni? Csak szubjektív tapasztalatokon keresztül. Hát olvashatsz te róla könyvet. Ugye ez az első tétel a zenben. Tehát az nem fog segíteni. Legfeljebb még bonyolultabbnak hiszed, mert az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, a harmadik ezt mondja, és rendszerint olyanok írnak nagy könyvet, akinek nincs tapasztalati tudásuk. Mert aki tapasztalati tudással rendelkezik, azt mondaná, hogy csinált. És tapasztalt meg. Ami nekem nagyon, nagyon megfogott, az például ez ugye ez az első négy tétele az ennek, ahol hát az első ugye az, hogy a írott, vagyis a szentiratok, vagy akármilyen írott szövegek, nem ez az igazi út, hanem a tapasztalat. Vagy közvetlen a tudathoz dolgozunk, és tudat által tudathoz való információ történjen. És ezek nagyon érdekesek. Tehát amikor én tanítom a módosult tudatállapotot, én a hipnózis szót nem szeretem használni, mert annyi baromság fűződik hozzá, hogy elképesztő. Akár filmek, akár színdarabok, akár regények, szóval az mind olyan írt erről, akinek szerintem fogalma sincs, hogy mi ez, vagy legalábbis én ilyennel találkoztam. De hogy itt a megélésébe ennek a dolognak ahhoz az kell, hogy elkezdjed magadat megfigyelve, a saját tudatoddal kapcsolatba kerülve azt tágítani. Tehát másképp nem fog menni, mert másképp beszélgetünk róla. Tehát ez nem megy. Ezért az első négy órában, a 200 órás képzésben ez nálam megtörténik.
Tehát ott már átesnek egy csoportos élmény. Nekem sose sikerül úgyse, én nem tudtam ellazulni. Nagyon jó, kitűnő, gyere, ülj ki. Megnézzük, hogy el tud-e lazulni. Nekem sosincs kép. Nem baj, nem kell. Gondolattal ugyanúgy lehet áramolni, miért kéne ahhoz kép. De előbb-utóbb mindenkinek van kép. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon, olyan ellenállások vannak, hogy elképesztő. És ráadásul ő ezt arra akarja használni, hogy egy másik embernek segítsen. Na de amíg én magamon nem próbáltam ki, azért ezt így nem nagyon lehet. És ez így megy tovább, de most ezt ki lehet tágítani persze rendszerekre, meg ki lehet tágítani sok mindenre. Alapvetően ugyanez fut, hogy ebben mindben ott van a személyiség, ott van az egónk, ugye ha leképezzük a világot, kivetítjük a világra, amit hiszünk róla, hat ránk, a többiek hatnak ránk, magamra hatok, magamról mit gondolok. Tehát ez egy állandóan futó dolog. És hogy milyen sokáig az emberiség úgy fejlődött nyugaton, hogy ez nem volt lényeg, nem volt fontos. Tehát az ego úgy tudott dolgozni, hogy igazán a személyiség nem fontos. Ebben rengeteg hatalmi struktúra is van, hogy amit most is megélhetünk a magyar társadalomban, hogy a hatalom ér, mik vannak elfojtva, vagy nem engedve, vagy háttérbe szorítva, és közben igazából minden a tudatról szól. Tehát az, hogy te mit tapasztalsz, az te tapasztalatod, az, hogy azt mihez viszonyítod, azt is te csinálod, azt visszavetíted, leméred, megnézed, tehát ezek a folyamatok futnak és zajlanak, és ebben nincs megállás, és óriási lehetőség van benne. És hát azért most van egy sürgető tényező. Nem biztos, hogy sok az idő a tapasztalatok megszerzésére. És hát még mindig nem ezzel foglalkozunk. Én azt hittem, mikor volt a vírusos buli, hogy most szembenéznek egy kicsit az emberek. A Lágymányosiban van a központom. Az történt utána, hogy két héten belül már ugyanannyi egyetemista itta a sört, szívta a cigarettát, képesek voltak télen kint ülni a utcán, és ott cigarett, tehát egyszerűen az ég adta világon semmi nem változott, és ugyanúgy elégedetlenek voltak, vagy egy kicsit jobban, mint előtte. Hiába volt az egész járvány. Nem néztek szembe, nem néztek az, hogy mi ennek az üzenete. Hogy is van ez? Miért terjed ez a járvány olyan gyorsan? Lehet, hogy sokan vagyunk. Sok minden lehet. Hát ezek így eltűntek. Már nem beszélsz róla. Most ugye van helyett a háború, most az van félreértve. És hogy ezek nagyon döbbenetes dolgok. Na de mi lesz ebből? Én szerintem egyetlen lehetőség van, hogy tudsz-e fejlődni. Tudod-e tágítani a tudatodat? Az nem fog semmitől függni. Lehet, hogy okos dolog, hogy a paradicsomot termelsz az erkélye, hogy majd később legyen paradicsomod. Ez teljesen oké. Mert legalább kapcsolatba kerülsz a természettel, és megpróbálsz valamit elérni. De hogy magaddal, hogy vagy? Na, itt van a nagy bukfenc. Hogy vagyunk mi ebbe? Nagyon kis próbálkozások vannak, és döbbenetes elhallgatása van a dolognak. Tehát én most ezzel be is zárnám, hogy én azt javaslom mindenkinek, hogy a legjobb megelőzés, ha fejlődsz. Akkor van a legtöbb esélyed. Most gondolj bele csak egy kicsit. Fogyasztói társadalom. Mitől érzem jól magam? Ha még többet fogyaszthatok. Mi adja a biztonságot? Ha még többet fogyaszthatok. Ha nem így gondolkozok, hanem van-e szükségem rá, és elengedem, és örülök neki, hogy el tudtam engedni, akkor mi történt benned? Fejlődtél. És akkor nem azt fogja meghatározni, hogy milyen anyagi, dologi javak vesznek téged körbe, hanem te fogod meghatározni a helyzetet azzal, hogy én ehhez hogy kapcsolódok, és hogy viszonyulok hozzá. Addig
az anyagi javak fognak meghatározni, és hiába termeld a paradicsomot az erkélyen, függni fogsz a anyagi dolgoktól nagyon, és ebből mit lehet kezdeni? Ezt a függést lazítani kell, és könnyíteni kell, és haladni kell egy bizonyos úton afelé, hogy egyre inkább ezt tudjam úgy kezelni, és arra, hogy szükségünk van dolgokra, hogy fejlődjünk, az teljesen rendben van. Nem azzal van a baj, hogy amire szükségünk van a saját fejlődésünk össze, hanem amire nincs szükségünk, de mégis ragaszkodunk hozzá, és most akkor ebben nem mennék tovább bele. Tehát, hogy csak a fejlődés tud ebbe segíteni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm Béla bevezetőjét, és ugye az elején és a végén így körbezárult a fejlődés és a találkozás, a szembenézés fogalma. Én is olvastam arról, hogy Carl Gustav Jung, amikor Indiában járt, akkor találkozhatott volna Sriramana Maharishivel, Aruna Csala szentjével, és lemondta a lehetőséget. És én elmerengtem azon, hogy ugyan mitől félhetett, hogy ez nem következett be. És Jung nagyon sokszor beszél, főleg a naplójában arról, hogy ő miért nem ment bele mondjuk a tibeti meditációba mélyebben, és a saját konklúziója az volt, hogy olyan személyiségváltozást érzett, csak úgy távolról, amiben ő nem akart belemenni. És amikor akadályokat gördítünk az elvonuláson való részvétel elé, akkor néha nem értjük, hogy a tudattalanunk melyik része tiltakozik az ellen, hogy te ide belépj. És kiderül, hogy az ego nagyon messziről megérzi a változás szagát, amikor magára nézetre, az abszolút én, vagy a változtathatatlan személyiség nézetre nem lesz szükség, és tarthatatlanná válik, és arra a helyre ösztönösen nem megy el, ahol ez a változás bekövetkezhetne. És így marad abban a szamszárikus körforgásban, ahol a megfelelő amplitúdójú szenvedés-öröm ciklusok váltakoznak. Mihelyt ebből a komfortzónából ki akarna lépni, az önképének változnia kellene, az addigi ego struktúrát nem tarthatná. Ettől a változástól félünk. Tehát szenvedünk és szenvedtetünk sokkal inkább, sem hogy fejlődnénk, mert a fejlődés a tudatosodás által az énség átalakulását, sőt az eredeti nem létezését is kimutatja. Tehát a kelet nagyon ragaszkodik, főleg a sunyattá vagy üresség alapú tanok, a személyiség eredeti nem létezéséhez. Arról néha elfeledkeznek, hogy mihelyt beléptél a születésbe, és testet öltöttél, mint lélek, a személyiség az ott van. Hiszen a lélek és a test, mint a szoftver és a hardware találkozik, és kialakul egy énkép. Ez az énkép önmagában még nem jó vagy rossz. A kérdés az, hogy a saját énségedet mennyire tudod relatívnak fölfogni, teremtetnek látni, és mennyire abszolút a nézeted magadról, és így a másik emberről és a világról is. Tehát a keletkezetről kialakított abszolút nézet az az egoitás. Amikor nem úgy látom a dolgokat, ahogy vannak, hanem úgy, ahogy én szeretném, sőt, csak is úgy, ahogy én akarom, és más értelmezés hozzá sem férhet. Te nem láthatod másképp, mint én. És amikor ez a személyes ugye, demagógia és ortodoxia kicsit erősebb formát nyer, akkor ezek a kizárólagosan értelmezett mondatok, képzetek és világélmények. Tehát egy valamilyen entitás, mondjuk a lélek, a megszületett lélek, mint entitás, működhet nagyon jó személyiségként, akkor lélegzik, olyan, mint egy jó sejt, és a fal az ugye megfelelő módon kölcsönhat a világgal, ekkor csak határaid vannak, és lezárhatod magadat, ugyanezt az entitást, abszolút nézetek mögé, ekkor megszűnik lélegezni, és egy ilyen kőkemény fal választ el téged a világtól. Ekkor ez az egoitásnak a fala. Tehát ugyanaz az entitás, nevezzük léleknek, vagy inkarnálódott lénynek, működhet normálisan személyiségként kölcsönhatva a maga relativitásában, és működhet elképesztő erővel a saját önképének, vagy ahamjának az abszolúttá minősítéséért is. És ekkor kialakulnak a személyiségzavarok.
Tehát a személyiségzavar mindig egoitás, vagy egóképzet eredetű, ahol az önkép nem egyezik, nagyon nem egyezik az önvalóval. Az önvaló és az önkép távolsága a szenvedés nagysága. Tehát nagy távolság az önkép és az önvaló között nagyon nagy szenvedést jelent. Kis távolság, kis szenvedés. Nincs távolság, nincs szenvedés, mert a csepp akkor visszaért az óceánba, hogy az avatár az átmanná válik. Tehát, hogy át tud változni, de csak úgy, hogy a saját abszolút önképét levetette. Ez a Buddha idejében is nagyon szépen meg volt képileg is fogalmazva. Ugye a Bodhifa alatt sok mindennel szembesült, vágytípusú karmákkal, dűtípusú karmákkal és a téves nézettípusú karmákkal is, és a legnagyobb téves nézet az volt, hogy látta magát, mint Buddha, mint megvilágosodott lény. És mihelyt ezt nem hitte el, felébredt. Ez volt az utolsó nagy teszt. Tehát mindegyikünk előtt ott van a lehetőség, hogy normális személyiségként tudunk működni, vagy pedig egy olyasféle falként felvett énes ego működést szeretnénk, ahol rövid távon úgy tűnik, hogy nekünk ez nagyon jól megy, és hosszú távon az elszigeteltség, a magány és a különböző patológikus tünetek lesznek az emberen. Nézd meg, hogy az önkép hogy alakul, amikor valamilyen patológikus tünet lesz úrrá valakin, de az önkép egy üldözi az önkép kettőt, paranoia. Önkép egy vitatkozik önkép kettővel, vitatkozik önkép hárommal, vitatkozik önkép négyel, skizofrénia. Önkép egy alig tud önkép kettőről, és csak egy ilyen homokóra, keskeny, üvegnyakszerű átjárás van egyik és a másik között, és nagyrészt nem érintkezik a személyiség egyik fel a másikkal, bipolaritás. Ezt azért hagyom abba, mert előbb-utóbb szakmailag tarthatatlan lesz, hogy a többit ezt Bélától kérdezzétek meg, hogy az önképek különböző viszonyai, mert nem egy van, nem egy önkép van, jó, sok van. Ezeknek a viszonyai milyen tüneteket tudnak eredményezni? A zen és az összes megkockáztatom adva itt, ahogy nem kettősség alapú tan, az önkép felszámolását hozza, nem a személyiségét. És amikor az önképeknek az elképesztő konfliktusa megszűnik, akkor az egyévválás tapasztalattal a világgal való konfliktus, ez a kibékíthetetlennek tűnő ellentét megszűnik. Miért? Az önképed az három nagyon fontos dolgot néz. A teremtő képességét, és itt van a szexualitásnak egy elképesztő jelentősége Freudtól egészen mostanáig, a megtartó képességét, birtoklás, és a túlélését. Tehát, hogy tudjak teremteni, megsokszorozni önmagam, tudjak birtokolni, megtartani tárgyakat, amelyek az életemhez fontosak, és a túlélés technikáját sajátítsam el, hogy ne én pusztuljak el, hanem a másik. Na, ebből áll össze az önképed. És ezért, hogyha a Trimurtit nagyon jól értjük az indiai kultúrából, a Brahma aspektus, teremtés, Vishnu, megtartó, és a Shiva, ami a túlélő, tisztító, pusztító, így egyszerre. Attól függ, hogy melyik oldalán vagy a felmosorodnak. Ugye? Nem mindegy, hogy te mozgatod nyéllel a felmosorodjat, vagy fölötted mozgatja valaki. Az önképpel való eredeti nem azonosuláshoz kellene a tudatnak a tapasztalása, hogy hallhattad Bélától. Ezt a nyugat, mivel tudományosan nem tudja igazolni, és nem is fogja, ezért nagyon nehezen fogadja el ennek a létezését. De értsd meg, sohasem fogod látni a szemedet. Sohasem fogod szagolni az orrodat. Sohasem fogod hallani a füledet. Sohasem fogod a gondolkodót elgondolni. Gondolatot gondolhatsz, de ami gondolja, az nem elgondolható. És itt van a visszatérés a nem tudható, de tapasztalható gondolkodás előtti állapothoz, aminek eredetileg nincs neve és nincs formája, de mégis ez az, ami lát, hal, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, beszél benned, és te elnevezted énnek. Mi lenne, ha nem neveznéd el énnek? Akkor ugyanúgy működne, sőt jobban működne. Mert csak a látás maradna az elkülönült önkép nélkül. Jobban látnánk az ok és okozat működését. Jobban tudnánk harmonizálni. Kevésbé lenne felesleges és áthárított szenvedés
magam és a másik ember esetében. Tehát ez a látás, ami szanszkritul a vidya, ez az egyévált tudatnak a képessége. Ezt hívják Buddha természetnek. És amikor ezt tapasztaljuk, akkor látjuk azt, hogy minden, ami bennünk a személyiség, ami az avatár, ami keletkezett, az relatív. Az jön, feltételek közt fönnmarad, más feltételek közt megy. És valójában az erről való leválás, a nem azonosulás a karmával minden terápia eleje és vége. Tehát a nyugat nagyon jó abban, hogy a mátrixot újra rendezi. Diagnosztizál. Indokol. Leírja, hogy te miért vagy éppen úgy beteg, ahogy vagy. De az abszolút személyiségbe, az ego szumba vetett hitet nem oldja föl, mert nincs alternatíva. Nincs más tudatállapot, csak az az elgondolt valaki, akinek te hiszed magad. De amikor ide visszatérsz, akkor megszűnik az önkép, és ezért mondta Pajcsang Zenmester, hogyha ledöntöd a falat, mi magad vagy, végtelenné válsz térben és időben. Ez nem vallásos mitosz, hölgyeim és uraim, és nem mese, hanem egy felvehető tudatállapot, ami pont az önkép letételével válik lehetségessé. Úgyhogy minden trauma javítható, gyógyítható mindaddig, amíg nem azonosulsz a karmáddal. Ha azonosulsz fel, akkor még mélyebbre mész a betegségben. És érdekes, ezt az autószervízben értjük. Mindenki tudja, hogy ha járművet te elvitted a szervízbe, ki kell szállni belőle, hogy a szervízmester megemelhesse, ottan berheljenek benne, olajcsere, beállítások, alkatrészek, stb. Le, kifizetted, visszaülsz bele, és mész haza. Ez a karmával miért nem megy? Miért fogjuk a kormánykereket ilyen erősen? Miért nem vagyunk hajlandók a biztonságévet kicsatolni, és egy kicsikét kijebb szállni, egy rálás az egészre? Miért? Mert nincs meg az önvaló nézőpontja. És hogy az önvaló nézőpontját fel tudod venni egy megfelelő tapasztalás által, hirtelen könnyebben lélegzel, hirtelen a személyiséget, teremtettségét belátod, sőt az újra teremthetőségét is belátod. Na, ha ebben segíthetünk, akkor itt a lehetőség, kérdezzetek. Elhangzott, hogy még a gondolatainkat sem mi gondoljuk alap, ha jól értem. De akkor mérülök itt, hol van az a rész, amit nevezzük énnek befolyásolok? Tehát mit kell fejlesztenem ahhoz, vagy egyáltalán már miért jutottam ide? Ha nem én gondoltam, akkor mi gondolta, vagy mi hozott engem most ide? Az, hogy te most ezt föltetted, az szerinted te tudatosan gondoltad, vagy elindult benned valami, hogy föltegyed? Hát a hallottak alapján. A túrót. Elindult benned egy belső folyamat, ami úgy tudatosult, hogy ezt megkérdezted. De az a belső folyamat, ami elindította azt, hogy te megkérdezd, az az attitűd. És ez az attitűd hozta létre azokat a gondolatokat, amiket föltettél. Ha igaz lenne az, hogy én képes vagyok úgy gondolkozni, hogy azt mind én csinálom, akkor egy kicsit megnéznéd egy napodat, hogy abban a napban mennyi az a tevékenység, amiről te azt hiszed, hogy ezt te csinálod, és mennyi az, ami valamilyen szinten reagálsz, rávetíted, ráprojektálod, és annak megfelelően teszed ezt föl. Amit te kérdeztél, annak a hátulján nekem ott található az is, hogy akkor ki vagyok én, mint ember? Ez erről szólt ez a kérdés. És hogy ez nem válaszolható meg, mert olyasmiket kell mondani, amiket te elfogadsz. Na de ha te tudnád, hogy te ki vagy, akkor meg se kell kérdezni. Tehát azért szeretném tudni, hogy én hogy gondolkozok, mert azzal, hogy hogy gondolkozok, annak a háttere az nem tudatos. Viszont tudatosítható. Tehát egy egyszerű kis kognitív technika. Ha érzel egy negatív érzelmi állapotot, ezt mindannyian érzünk minden nap, akkor ez egy 7 lépcsős technika lesz most, amit te mondtál. Első lépcső. Hol, mikor történik? Ezt meg tudod határozni, mert az idő és az, hogy hol, az megmondható. Második. Érzelmi állapot, amit megéltem. Mi volt?
rengetegféle érzelme állapot, de maradjunk a gyakorinál, a szorongásnál. Szorongtam. Érdemes oda tenni, hogy a legnagyobb szorongásomhoz képest hány százalék. A harmadik, és itt jön a legfontosabb dolog. Mit gondoltam akkor, amikor ez elkezdődött? Tehát mi volt az a gondolat, ami elindította azt az érzelmi állapotot, amit most szorongásként élek meg? Ezt a legnehezebb megmondani. Ezt nagyon sokszor nem is lehet megmondani, hanem azt kell csinálni, hogy visszamegyünk az itt és most valahol, valamikor történtbe, azt felidézzük, és elkezdjük megfigyelni a gondolatot, és ott el tudom csípni, mi az az első gondolat, amit gondolok. Azt ideírom. Következő lépés, mi szól amellett, hogy ez igaz, a gondolat? A következő rubrika, mi szól ellene, hogy ez igaz? Most, akkor már tudom azt, hogy mi szól mellette és mi szól ellene, hogy tudom átalakítani? Ha átalakítom, hogy érzem magam? Ez a végtelen egyszerű dolog a kognitív terápiának az alapja. Nagyon nehéz megcsinálni, mert elindulnak az ellenállások, és nehéz menni. És ez teljesen leképezi azt, amit itt próbáltam mondani, hogy mikor ezt bevezették, ezt a megközelítést, akkor ugye az volt az első állítás, ez a depresszióra dolgozták ki, az volt az első állítás, hogy nem a depresszív hangulat okozza a depresszív gondolatokat, hanem a depresszív gondolatok hozzák létre a depresszív hangulatot. És igaz lett az, hogyha megtanulja valaki átalakítani a gondolatját ezzel a sémával, akkor meg fog szűnni a hangulatzavara. Nem az fog megszűnni benne, hogy sose lesz depressziós, mert az egy sokkal mélyebb struktúra. Az fog megszűnni, hogy a mostani depressziójában elkezdi másképp megélni a jelenségeket, mert ezeket végigkottázza. És akkor pontosan az alakul ki, hogy hat rá ugyanaz a dolog, de már nem ugyanazt fogja gondolni. És elkezdte a gondolatokat átalakítani. És ezért, ha mélyben nézel, hogy mi okozza ezeket a depresszív gondolatokat, itt egy nagyon érdekes jelenséget tapasztaltak meg, hogy mi van akkor, ha az, akinek többször volt depressziója, amikor nem depressziós. Azok eltűnnek? Mi lesz azokkal? De minek jönnek vissza? És akkor felfedezték azt, hogy a személyiségben ezek a depresszióra hajlamosító gondolatok félrekerülnek, de ha elkezdi ő rá hatni valamit, például kapcsolatokban zavara lesz, nem lesz elfogadva, például egy munkahelyi helyzetben meg lesz kérdőjelezve az ő neki a minősége, akkor elindul, és aktivizálódnak ezek a minták, és újra elkezdi megélni azt, hogy én senki vagyok, én semmire nem vagyok jó, minek éljek, legjobb lenne meghalni, tehát ezek beindulnak. És hogy ez mind, ugye gondolati szinten, mikor te egy depresszív állapotban például megéled azt, hogy ez elfogadhatatlan számomra, hogy én élek, ahogy most érzem magamat és ahogy vagyok, akkor ezt te hoztad létre. Na, itt van a nagy bukfenc ebbe a dologba, és hogy ezt meg kell tanulni. Tehát egy depressziós ember az ő depresszív gondolataival megteremti a depresszióját. Tehát ő teremti meg, csak ebben nem tudatos. És amit az előbb mondtál, hogy milyen fontos a teremtési rész, tehát hogy itt a igazi kincs ebbe az egészbe, hogy ezt én teremtem, de ha én teremtem, akkor megcsinálom másképp is. Nem tudom, ez így válasz-e arra, amit kérdeztél. Az egyébként egy filozófiai kérdés volt, hogy Én kimondottam konkrétumra, mostani példára, hogy akkor de mi mit fejleszünk, hogy előre felé menjünk, ha ugye mire gondolatom se az enyém, úgymond enyém. A mit fejleszünk, az feltételezi azt, hogy valamit valamihez viszonyítani akarsz. Mert a mit fejleszünk, az azt jelenti, hogy valami fejlesztenem kell ahhoz, hogy más legyen. Tehát ez egy viszonyítás mindenféleképp, tehát egy megkülönböztető gondolkozás. De most tegyük föl, te csinálsz egy relaxációt, nem kell nagyon mélyet, és megéled a belső nyugalmadat, és képes vagy arra, hogy ezt átéljed.
utána kijössz ebből az állapotból, másképp érzed magad. Mi hozta létre a változást? Az, hogy én tudtam egy változást létrehozni magamban a vegetatívumomban, hogy elazult az izmom, megnyugodott a légzésem, nyugodtabban lélegeztem, a kilégzés megnyúlt, tehát egy csomó ilyen dolgokat létrehoztam, és jobban vagyok. A jobban vagyok, az az én megélésem. De hogy ezt emögött mik vannak, ezek a megélési gyakorlataim vannak, hogy ezt meg tudom csinálni. Egyre messzebb kerülök attól, hogy megválaszoljam, amit kérdezem. Mert, szóval ez egy logikus kérdés, vigyázz. És hogy logikus válasz nincs rá, csak így mellékesen. Nagyon sok pszichológus és pszichiáter ilyen százalékot állít föl, hogy a személyiségnek hány százalékát tudatosítottuk eddig. És van, aki 10%-ot mond, van, aki 5-öt, van, aki kevesebbet. Nekem egy olyan analógia ugrott be, hogy az univerzumból a fizikusok szerint 4%-ot látunk. Tehát minden, all lesz. Tehát a galaxisok, galaxis halmazok, sötét energia, sötét anyag, speciális égitestek, minden, amit akarsz, 4%. És a 96% az, amit csak onnan tudunk, hogy létezik, hogy a viselkedését tapasztaljuk. De nem tudtuk felfogni érzékszervekkel, és nem tudtuk logikai formába se önteni. És azt gondolom, hogy a személyiségünk is körülbelül ennyi. Tehát a 4%-át látjuk, és a 96%-át pedig nem. Ez a 96% ez mindaz az identitás réteg, ami az azonosulás erejénél fogva a tudattalanodban van. És innen jön az, például valakinek erős zen karmája van, hogy a 4% akármit gondol, de a 96%-nak mondjuk az 1/3 az korábbi zen gyakorlói karma. És akkor az a 32% az eldöntötte, és a 4-nek mondta, te most jössz a templomba. Na ez az, de ez olyan rémisztő. Mitől rémisztő? Hát mindent, amit a tudattalanodban pakolsz. Mi az az én? Felnövök az ovitól az iskoláig, az én vagyok, most én értem, az az érdekes, hogy egy titkos 97%. Ami a 4%-ot nagyon ütné, az egy belső konfliktus. Szorongástól kezdve a félelemig, különböző késztetésekig. És amikor ez az ellentét csattan a 4% és a 96 között, azt az ember előbb-utóbb a tudatküszöb fölé emeli. A zene az nem regresszál és progresszál, tehát nincs semmi ilyesmi. Okosan csak a pillanat tartását tanítja. Közben megjelenik minden olyan akadály, ami a pillanat tartását szeretné meggátolni. Ezért nagyon érdekes az, hogy te leülsz láthatólag egy tök egyszerű meditációs technikával, és előbb-utóbb olyan dolgok jelennek meg a képernyő előtt, hogy ez nem hiszed, hogy az te vagy. A névjegyed szerint nem te vagy. Mert rá van írva, hogy Kabba István informatikus, és így odaadtad. Na de ami alatta van, a névjegy alatt, na az a vastag. Az a vastag. Úgyhogy semmi gond az, hogy a tudattalanunkban különböző Jurassic Parkokat tárolunk. Semmi baj, csak amikor a felszínre jön, akkor tessék megszelidíteni. Én egy picit úgy akarnám megvászolni még neked, hogy gondolkozunk a koamba. Nekem nagyon kevés a tapasztalatom, 3 beszélgetésem volt eddig, tehát majdnem szűz vagyok. És az volt az egyik válaszom, hogy nem tudom. És akkor a Szunmi benne körül. Aztán én is örültem, nem teljesen örültem. És akkor ez hogy is lehetett? Nekem elég nagy a tapasztalatom, 82 éves vagyok, és sok ezer emberrel, nagyobb patológiás emberekkel dolgoztam. Tehát rengeteg mindent tudok egy átlag emberhez képest. Sok mindent nem tudok, például a számítógépet nem tudom kezelni, amit te biztos nagyon jól tudsz. De hogy ezek így vannak bennem. De hogy azt mondjam neki, én, mint okos ember, hogy nem tudom, ahhoz le kellett kapcsolni az egész ismeretanyagot, ami eddig volt. És akkor kinyílt egy ilyen, hogy nem tudom. És hát ez így van, nagyon így van a gondolkozással, hogy te ki is vagy, az akkor nyílik meg igazából, ha nem azt vetítem magamra, amit eddig hiszek magamról, vagy olvastam, vagy hallottam, vagy mondtak, hanem megtapasztalom magamat.
És ez a lényeg. Tehát, hogy mit tapasztalok meg magamból? És akkor ez a százalék valószínűleg még rosszabb. De igen, most nem optimista voltam, mert az emberiséget nézve sokkal alacsonyabb. De hogy mint lehetőség ott van bennünk. Tehát, hogy ez a tudás ott van, csak most pillanatnyilag még nem hozzáférhető. És ha hozzáférhetővé tesszük, ugye ez a meditációnak, tehát a meditáció mint eszköz, ennek ez a egyik eredménye, hogy ezek hozzáférhetőek lesznek. Mondok erre egy egész egyszerű példát. Ha nézem ezt az órát, amire most nem az a jó válasz, hogy ez óra, de nem mondom meg, mi a jó válasz, és ezt mind ismeritek már szerintem. No. De három, kezdő a társaság. Igen? Abszolút ja, kezdő. Akkor. Nagy részük nem volt még interjú, ez zentábor. Aha. A középhaladón majd lesznek. Aha. Az a töredék, aki szóval majd mindegy, jön. Szóval itt van valami, amire az van írva, hogy 20 óra 01. Oké. Okay. Ezt miért tudom, hogy 20 óra 01? Mert megtanultam a kettes számot, a nullát, a még egy nullát, meg az egyet. Ha ezt nem tudom, akkor nem látom ezt. Ettől ez nem változik. Most ugyanígy vagyunk magunkkal. Tehát, hogy mit tudok magamról, azt szerint fogom megélni magamat, hogy én hogy vagyok. De ennek a gondolkozás az egy eszközrendszere. És ott van az egyik baj, mikor az ember a gondolataival azonosul. És akkor nem az ember gondolja a gondolatait, hanem a gondolatok gondolják az embert, és megfordul a buli, és így lesz patológia. És az én gyakorlatomban egyébként ezért végtel utálnak a kollégák. Sok mindenért, de ezért is. Hogy engem nem érdekel, hogy valakinek milyen borderline alcsoportja van. Sőt, bevallom, még az se érdekel, hogy ez inkább narcisztikus, vagy inkább borderline. A probléma az vele, hogy patológiás az én képe. És én használok egy technikát, és ha az egyik diagnózis szerint narcisztikus, a másik szerint borderline, akkor is azt mondom meg, hogy képzelj el egy rétet. És az ugyanolyan jól fog működni a narcisztikusnál, és bele fog a patológiája vetülni, és ugyanúgy jól fog működni a borderline-nál, vagy a súlyos pszichoszomatikusnál, mert megkérdezek egy ellazultabb állapotban, tehát egy kinyíltabb tudatosságba olyan területeket, amik nem tudatosak. De úgy vetülnek ki, hogy alkotnak egy rétet. És az lesz, és hát lehet, hogy ez a rét elmozdul, lehet, hogy megnyílik, lehet, hogy a pokol, tehát egy borderline-nál ilyesmik simán tudnak lenni, de teljesen lényegtelen, hogy milyen borderline-sága van, még az is lényegtelen a terápia szempontjából, hogy most narcisztikus-e vagy borderline. A korai személyiség zavara van, ilyen meg amolyan volt a szülő, az benne ezt hozta létre, a másikban ugyanilyen hasonló rossz szülő amaszt hoz létre. Nekem az a dolgom, hogy azt a hiányállapotot segítsek neki, hogy meghaladja. És tök mindegy, hogy hívják. Na most ez nem olyan egyszerű, de nagyon jól működik. Hogyha egy paciens, akinek azt mondod, hogy képzelj el egy rétet, igen. Így visszakérdez, hogy doktor úr, elképzeltem, milyen virágot kér rá? Na, ez milyen személyiség? Akkor imaginál. Igen. Nem elképzel. Tehát ez nem indul igen. Be a katatim képáramlás, hanem a te vágyaidat teljesíti, hogy milyen virágot. Tehát akar neked teljesíteni. Az mindenféleképp egy alárendelődő súlyos személyiség. Nem egy megfelelési kényszer, vagy valami hasonló? De azt is lehet, ha főleg ha előtt elolvasta, hogy a kip hogy működik, akkor még katasztrofám, mert akkor ő szeretne neked teljesíteni, hogy te azt hitt róla, hogy egészséges. De érdekes. Tehát nem fog tudni teljesíteni, mert a módosult tudatállapotban ez szépen megszűnt. Csak vicceltem. Én lehet, hogy visszakérdeztem volna, de most már. Egyéb kérdés? Szunim, én azt szeretném kérdezni, hogy a tantienben lévő energia mozgásban van, mozdulattan, egyszer mindkettő, egyszerre egyik sem, vagy a felső rótuk közül mindegyik egyszerre? Most mi van a tantienedben? Te meg vagy fertőzve valamilyen zen vírussal, és itt tapsikolsz nekem. Tehát a nem mozduló tudat az az alap. A nem mozduló információ és nem mozduló energia az ugyanannak a két oldala.
De hogyha azt mondod, hogy nem mozdul, hamis. Ha azt mondod, hogy mozdul, az is hamis. Ugyanis ezelőtt a tükör előtt az egész világ történik. Minden ebből jön, egy ideig marad, és ide tér vissza. Tehát az igazi önvalód az alfa és az omega. Minden jelenség tartalmazza ezt a lényeget. Tehát az eredeti tudat az a wu-wei, a nem mozduló vagy nem cselekvő. És amikor az megnyilvánul a világban, például beköltözik egy testbe, mert leszületett, az lesz a mozduló, nem mozduló, a way, who way. Ezt a nyugat ugyanúgy félreérti, mint a szerintem legfontosabb fogalmait a keleti bölcsességnek, az ürességtől kezdve egészen a megvilágosodásig. Úgyhogy a tantienedre fókuszálj azért, hogy ne gondolkodj. Ne gondold azt, hogy mozdul, ne gondold azt, hogy nem mozdul, hanem láss tisztán, hajj tisztán, cselekedj tisztán. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Én még tenni kell szóza, ha a csakratan felől nézed, akkor a köldök csakra az, ami állati is, meg ember is. Ugye az embernek az állatvilágból eredően négy alapszükségletünk van, evésivás, alvás, szexualitás, életben maradás. Ez majdnem ugyanaz, amit te mondtál, csak én négy, te meg mindegy. De az embernél van egy ötödik, és csak az embernél van a fejlődés. Egy elefánt nem tud elefántabb lenni. Elefánt lesz. És akkor születik majd le embernek, ha tökéletes elefánt lesz. Tehát még tökéletesebb elefánt nem tud lenni. Az ember tud fejlődni. De most mondom a csakrákat. Ha te a köldök csakrát átéled, van egy élményed, például úgy, hogy itt gyakorolsz és odafigyelsz, akkor ha abból mást élsz meg, akkor elmozdultál ebből az érzésből, és egy följebb kerültél egy csakra, ha az emberi, és lejjebb kerültél, ha ez állati. Nézd meg a súlyos szexuális patológiák, vagy ne nézd meg, csak mondom. Súlyos szexuális patológiák hogy lesznek? Emberként belemegy egy szexuális helyzetbe, fölébred benne az állati része, és megvalósítja. És ebből van a legtöbb szexuális, kriminális történés. Nem tud ember lenni. Lehet, hogy vezérigazgató egy cégnél, az is lehet, hogy egy országot vezet, vannak ilyenek, akkor ő, mikor ez a csakrája aktivizálódik, akkor lejjebb került, tehát egy állatiba megy, és akkor ott éli meg. És az energia ott már egy formát vesz föl. A tantiemben pedig még nincs változás, tehát azt az energiát élem meg, amiből aztán indulok erre, vagy indulhatok arra. És ezek nagyon nagy megvalósulásokkal bírnak. Ugye ezért az életben maradás a legerősebb, de amikor valakinek fejlett személyisége van, a saját fejlődését elé tudja tenni az életben maradásnak. Tehát meghaladja a halálfélelmet is, és nincs benne. Ugye itt a kereszténységben ismeretes volt, ugye, mit műveltek vele a rómaiak. És hogy meg tudták haladni. Nem mindegyik nyilván volt, aki félt és elfutott az oroszlán elől, de volt, amik belenézett a szemébe, és nem futott el tőle. Azért, mert neki az az élmény, hogy én most itt tudok ember lenni, és ennek a sok állatnak, ami ott nézte őket, annak meg tudom mutatni az emberi lényegemet, és meg tudtam mutatni. Tehát így is érthető ez, hogy és innen indulok, tehát ide kell visszakerülnöm. Erre szolgál ez a gyakorlat. Nekem ez döbbenetes élmény volt, ugye, amikor itt voltam egy napig, és csináltuk ezt a meditációt, és sokféle meditációt ismerek, meditációs tanár is vagyok, de ez az élményem, hogy itt tudtam lenni, szem 40 perc volt ott a első az egynaposan. Nap. Igen, tehát 40 percig itt benne volt, és nem kellett semmit sem csinálnom, csak átéltem, hogy ott vagyok. Nekem ilyen élményem még nem volt. Egy végtől egyszerű technika alapvetően. Én azt szeretném kérdezni, hogy a meditáció az egy aktív vagy egy passzív folyamat? Melyiket szeretnéd? Az aktívat vagy a passzívat? Az igazit. Az igazit? Igen. Az a párkapcsolat. Tehát a meditáció, hogyha tényleg a megszabadulás irányú utat nézzük, tehát nem valami tárgyas, semmi baj az imaginatív technikákkal,
csak ott mindig van egy olyan tudatállapot, ahol valamilyen jelenséghez köthető az egész. Tehát mondjuk elképzelte egy rétet, és abban egy csomó mindent, és ez a cél, ezt megvalósítottad. Ez az úgynevezett tárgyas meditáció, ami nem megszabadulás irányú, de ettől ez nem rosszabb, mint a megszabadulás irányútok, ahol nincs tárgya végén. De a zen az egyből oda megy, hogy ezt tapasztald. Most ide például elvezethet az a kérdés, hogy mi ez? Mi ez, ami bennem kimondja azt, hogy én? Vagy mi az, ami ezt hallja? Így, hogyha a technikát, az ehhez vezető út lépcsőfokait nézem, akkor ugye hallhatál a tudatszintekről az előbbé láttól, amilyen nagyon hasonló rendszer, tehát van az öt érzékszerv, utána fogalomalkotó tudat, megkülönböztető tudat, és tárház tudat. Nálunk a fogalomalkotó tudatot vijnánának hívják, ugye a manasz az a megkülönböztető, a megkülönböztetőn belül az én csináló, az az ahamkára, és a tárház tudat pedig az álaja vijnána, aminek a csitta is a része. A felső három az már mentális. Testhez kötődik, mert hát ugye agy nélkül mindez nem lenne, de hát azért messze nem akkora körfogata van a három felső tudatformának, mint a fejednek. És a meditáció azt célozza, hogy az akaratlagos fogalomalkotást, az akaratlagos megkülönböztetést és az akaratlagos emlékezést azt felfüggeszt. És ekkor beáll a nem mozduló állapot, szerencsés esetben. És ez a nem mozduló, amikor letisztul, ez a tükörszerű, tiszta. Ezt nevezhetjük önvalónak vagy buddha tudatnak. Nem a megszerzése az igazán nehéz, a megtartása. Igen, hát, pont ezért kérdeztem, mert addig, amíg a tér és hangfigyelést csinálom, addig ez a passzív dolgot érzem, de amikor már megkérdezem azt, hogy mi ez, akkor belezavar nekem ebbe a... Az a gondolat te, az milyen zavaró tud lenni. Tehát a zen azt is például az interjúkkal elősegíti, hogy a tükör akkor is mozdulatlan marad, hogyha az elme beindul. Mert nem azonosulsz az elme tevékenységével, de egyre jobban gondolkodsz. Minél nagyobb teret adsz a gondolkodásnak, az annál jobban megy. Minél kevésbé azonosulsz a gondolkodással, annál jobban tudsz gondolkodni, mert nem a gondolatok gondolnak el téged, vagy a szokásaid rabja vagy, hanem te a helyzetnek, kapcsolatnak megfelelően frissen gondolod el azt, amit éppen teszel. De ezt meg lehet fordítani. Úgy lehet megfordítani, hogy alapvetően a gondolat nélküliség a normális, és állandóan beszennyezzük ezt. És a meditáció az, hogy e felé közeledjünk. Értem. Köszönöm. Csak hát ugye megélésben meg nem így éljük meg. Hát ez a gondolkozom, tehát vagyok, ez óriási átcseszés. De hogy gondold el, ha ez nem így lenne, mit követne el a környezetet? Tehát például az óvodában van egy kisgyerek, aki így magában gondolkozik, és jól el van. És a szülőnek azonnal fognak szólni, hogy beteg a gyerek, valami baj van vele. Át lesz minősítve az egész. És hogy ez aztán az életben mindig így van, hogy muszáj gondolkozni, muszáj teljesíteni, ezt muszáj, azt muszáj, azt muszáj, és egyre inkább eltávolodunk ettől az igazi lényegiségünktől, ami mindig is ott van. És ugye ezt egy csomó zenmester, most nem tudok neveket mondani, az már kijelentette, hogy ez már eleve benned van és adott. Csak hát a megengedése magamnak, hogy oda eljussak, az nagyon, és döbbenetes ez a két alapmeditáció, hogy ez mennyit tud ebbe segíteni. Bizonyám. Tehát annyira ráéreztek, hogy ez ennyire, tehát hogy ennek pont az egyszerűsége van, én ezt kedvelem, amelyit ismerek az emből, hogy az egyszerűség felé haladunk, és a lényegiség felé haladunk, és leolvadnak róla azok, amik nem oda való. De hát... Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Következő kérdés. Köszönöm szépen mindkettőtöknek a bevezetőjét. Én a férfi energiáról, a férfi erőről szeretnék kérdezni, hogy milyen ez a férfi erő, milyen ez a férfi energia, hogyan tudom ezt elsajátítani, vagy jó értelembe véve úgy birtokba venni, és hogy ennek a férfi erőnek, energiának milyen a helyes erőkifejtése. Azt gondolom, hogy az energiának a
kezdeti szintjében nincs ilyen különbség, hogy férfi vagy női energia. Azután ez valószínűleg elkezd így mozdulni. Ha most abba gondolkozunk, hogy egy magzat először egy sejt megtermékenyül és osztódni kezd, és akkor lesz a szedercsíra, aztán a közepe föloldódik hólyagcsíra, aztán megjelennek a szervrendszer, stb. Ezt ugye már egy energia mozgatja. És egy bizonyos idő után megjelenik benne az is, hogy ez inkább férfi, vagy inkább női energia. Mert már elkezd működni a hormonális rendszer a magzatba, tehát hogy ezek egy ilyen összekapcsolódó energia hatások lesznek, és ha itt ezt ok-okozatban nézed, és érdemes úgy nézni, akkor ugye abba az egy sejtbe már az okozat, vagyis a létrejövő embrió benne volt. És ez így jött létre. És ha ezt egy picit el tudom fogadni, akkor például a gendernek az összes őrültsége abszolút átlátható, hogy baromság. Ha én boldogtalanul élem az életemet, és attól, hogy átoperáltatom magamat, attól az én energetikai rendszeremet a sebész nem tudja átoperálni. Tehát az ugyanúgy, vagy még jobban lesz boldogtalan, és az energia ezt fogja létrehozni benne, mint hogy az utánvizsgálatok be is igazolták, hogy a műtéten átesettek még boldogtalanabbak többnyire. Most lehet, hogy van kivétel, ezt most, de ezt tényleg meg lett nézve, és így jutottak el. Tehát, hogy a férfi energia az nagy részben, hogy most már konkretizáljak is, a szociálisan tanult és elvárt. De adódik egy nagyon biológiai megalapozottságból. Hiszen eleinte a négy alapkésztetésből az evés-ivást azt elsősorban a férfiak biztosították. Az életbe maradást, például a szaporodás formájában, azt a női energiák biztosították. Tehát egyáltalán, hogy az emberiség fönt maradjon, vagy azok az állatok fönt maradjanak, akár nyithatunk még jobban, ahol van nőstény és hím, azt már egy megkülönböztetés kell, hogy legyen, ami ezt fönntartja. Tehát ezek nagyon mélyről jövő, nagyon erős energetikák, amik köré építik a személyiség bizonyos részeit. És akkor mondok csak egy egyszerű tapasztalatot. Ugye a homoszexualitással én, mint körzeti orvos találkoztam, én, mint pszichiáter találkoztam, de megelőzőleg már találkoztam vele. Volt egy ilyen ipari tanuló is, voltam esztergályos szakmunkás van, két hétig dolgoztam esztergályosként, tehát ezt így végigcsináltam érettségi után, és az egyik tanár az megkörnyékezett, aki homoszexuális volt. Tehát van egy saját élményem is erről. És azt gondolom ezek után, hogyha megnézem egy személyiség alakulást, akkor azt lehet látni, és miután vezettem szenvedélybetegosztályt, tehát sok alkoholista családból származó emberrel találkoztam, hogy például egy olyan családban, most csak egy kiemelt mintát mondok, ahol az apa alkoholfüggő, az alkoholfogyasztástól agresszív lesz, mert nem mindenki lesz az, és bántalmazza az anyát, a fiú ebbe él föl, rendszerint ez a házasság meg szokott szűnni, rendszerint ugye az alkoholisták 50-55 év körül meg is halnak, tehát azért nem lesznek hosszú életűek, és ez a fiú úgy nőtt fel, egy ellenazonosulással, hogy én aztán olyan, mint az apám, nem leszek. Meghal az apa, a fiú elkezd kocsmába járni, és jobban megveri az anyját, mint az apja. Hogy lehet ez? Úgy lehet, hogy mégis beazonosult vele. Én mondok egy másik verziót. Megszületik a gyerek, nagyon hamar megszűnik a apa kapcsolat, és a fiúba az anya látja a volt férjét. És mindent büntet, ami a férjhez hasonló. Vagyis elkezdi a fiú a férfi oldalt megtagadni az anya kedvéért.
elkerül az általános iskola felső tagozatába, ahol el kell kezdeni férfiként viselkedni. Először csak csipkedni a lányokat, aztán simogatni is. És ő ezt nem tudja megcsinálni, mert le van benne tiltva. És akkor jön egy öreg, rutinos homoszexuális, ugye ez jól ismert, aki elcsábítja. Mit kap meg tőle? Egyszerű dolgot, a teljes elfogadást. Te csodálatos vagy, Pistike. Megkapja, amit az anyjától nem kapott meg. És akkor azt hirdetjük, hogy ő homoszexuálisnak született. Hogy már így született. Én ezt láttam, hogy nem igaz. Személyiség fejlődés szintjén került oda. És az se igaz, hogy nem tud megváltozni. Ha akar, nem könnyű feladat, mert az egész személyiség fejlődése, benne van ez a patológia. Tehát ezt meghaladni nagyon nehéz, de nem lehetetlen. És erre rengeteg minden így ráépült. Tehát ezek az energiák nagyon erősen szociális háttérrel is rendelkeznek, és óriási jelentősége van az első éveknek. Ez szinte hihetetlen, hogy milyen jelentősége van annak, hogy például egy testi érintést hogy tanulok meg, és hogy tanulom meg elfogadni, vagy hogy nem tudom elfogadni. Az később aztán megjelenik majd, hogy partner kapcsolatban ezt hogy tudom csinálni, és hogy jelenítem meg a férfi vagy a női energiámat. Én azért olyan nagy különbséget nem látok a kettő között. A megjelenésben igen, de a másikban nem. És akkor itt megint végtelen egyszerű az ok-okozat összefüggés. Mindenből következik valami. És ami következett, az valamit tartalmazott, és ha én szeretnék ezen javítani, akkor vissza kell szépen menni addig az okig, amikor még az okozat nem jött létre, és innentől lehet változtatni. És annál, akinél ez nagyon, nagyon korai és súlyos zavar, tehát már az első hónapokban az anya nem tudja megadni neki a teljes elfogadást, a szeretetet, a testi biztonságot, a testi melegséget, vissza kell menni ide. És ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megcsinálni, csak azt jelenti, hogy nagyon nagy munka ezt megcsinálni, de lehetséges. Tehát az energiákat lehet rendezni, erre vannak technikák is. Tehát például egyik ilyen technika a bodywork. Az azt jelenti, hogy azok a testi hiányok is pótolhatók, amiket én újszülöttként vagy magzatként éltem meg. És lehetséges. Hát nem olyan egyszerűen. Nekem például van egy olyanom, megcsináltam három bodyworköt egymást, amit szerettem volna megtanulni. A feladat a következő. Odaadom a kezemet. A másik mozgatja az ujjamat. És én hagyjam, és ne avatkozzak bele. Nem tudom megcsinálni. Tehát én belesegítek. Miért? Mert hát én vagyok a menő, én akarom kontrollálni. Na, ezt nem tudatosan csinálom, mert tudatosan ezt leállítom, és hagytam, hogy csinálom. De nem tudom hagyni. És ez oda vezet vissza, hogy a teljes elfogadás és a testi kontaktus, anyám ugye apáca akart lenni, hát az minden tudott, csak azt nem, amit kellett volna, az nem történt meg. Lehet sokat fejlődni vele, de még mindig előjön. És aztán megtanultam szeretni, megtanultam a testérni, tehát ezeket mind meg lehet tanulni, de ha hiányzik, akkor ezt pótolni kell. Nagyon kell vigyázni, hogy egy energiát milyen szinten akarunk megérteni. Az nagyon nagy különbség, hogy egy megjelenési szinten van a probléma, vagy egy még koraibb állapotban van a probléma. Tehát például, hogy én hogy tudom energetizálni egy emberi helyzetet, hogy tudok abba energiákat belevinni, az nagyon sokat számít. Nem egyedül jöttél ide ugye az öntáborba? Nem. Kivel jöttél? Nem egyedül jöttem az öntáborba, a feleségemmel jöttem. Nagyon jó. Feleség nagyon sok szempontból tudja, hogy milyen férfi energiát szeretne tőled elsajátítani. Meg tudod neki adni? Dolgozom rajta. Diplomatikus a válasz, de azért láttalak titeket idejönni, nem mosolygott volna ilyen természetesen, hogyha itt alapvető hiányosságok lennének. Úgyhogy egy párkapcsolat nagyon gyorsan választ ad arra, hogy a résztvevőkben, a nőben a női energia, a férfiban a férfi energia milyen módon működik.
melyik csakra mit csinál. Tehát tudsz-e férfiként férfi módon gondolkodni, beszélni, érezni, cselekedni, és a többi. Minden egyes kapcsolat a realizációs praxis része lehet, hogyha az elkerülhetetlen szenvedést és boldogságot a fejlődésre használjuk föl a tudatosítás által, hogy látom az ok és okozat működését, egy olyan elképesztően fluid, plazmaszerű, nagy energiájú és eredetileg instabil valamiben, mint egy párkapcsolat. Mert minden lehet. Bármi. Bármikor. Ennek a tükrében megnézni magadat, ez egy nagyon-nagyon jó gyakorlat, különösen akkor, hogyha a párod is a tiszta tudat elérésére törekszik, és hogyha te dolgozol rajta, ő is dolgozik rajta. Tehát dolgoztok egymáson. Oké? Ekkor nyilvánvalóvá válik, hogy ki a férfi és ki a nő. Egyéb kérdés? Transzgenerációs sérüléseket hogyan tudok gyógyítani, ha nem látok egy szintnél feljebb? És a rét meg a virág hasonlat, ez ezért volt cuki, mert én mondjuk annyit kérdeztem volna előtte, hogy piros lett, maradhat? Ha azt kérdezett tőlem, hogy maradhat, akkor tudom, hogy nem vagy azon a szinten, ahol áramlik a kép. Akkor segítek abba, hogy mélyüljél és táguljál. De nincs negatív reakcióm rá, csak akkor megsegítem. Azt mondom, hogy és ha megérinted, milyen érzés a bőrödnek. És ha nem tudod megcsinálni, akkor tudom, hogy egy elakadásba vagy a testi érintéssel. Vagy hogy hat rád ez a piros szín? Lehet, hogy a pirossal bajod van, vagy hiányod van. Hol van ez a testedben? Megmondod? Ezzel a testi átéléssel menj vissza az időbe, keresd meg ennek az okát. És lehet, hogy 5 percen belül ott vagyunk, hogy mi a bajod a piros színnel. És ez mind azért lehet, mert kinyíltad, kitágult a tudat, és hogy tudtál ezzel dolgozni. Nézz kifelé is, és nézz befelé is. A kifele nézés az, hogy meglátod, ameddig megláthatod, hogy apa, anya, nagyszülők, esetleg dédszülők milyen karmikus vonalakat, analógiákat hordoznak, amely rád is érvényes. De egy bizonyos időn túl nem tudsz visszamenni a múltba, hiszen ott vannak a kopjafák, és már nem élnek. És a befelé tekintés pedig azért kell, hogy te megnézd, hogy miért abba a családba születtél, hogy te személyesen milyen karmát hoztál át. Tehát amikor azt mondod, hogy transzgenerációs karma, ez 50%. A másik 50% az a személyes karma, ami téged abba a családba hozott. Ami nagyon nem mindegy, mert az egyik nélkül nincs meg a másik. Most különböző technikákkal, különböző módszerekkel vissza lehet adni a transzgenerációs karmának azt a részét, amit te nem akarsz továbbvinni, de itt van 2 előfeltétel. Nem szabad azonosulnod a családi és kiterjesztett családi karmával sem, és a saját személyes karmáddal sem. Ez egy elképesztő munka, hogy bemersz ülni a pillanatba úgy, hogy a tükör van csak, és ami előtte jön és megy, azzal semmiféle azonosulás nincs. És ekkor van az, hogy köszönöm apa és anya az életet, köszönöm, amit erényként tovább vihetek, de ezt a terhet, amit tőletek kaptam, ezt visszaadom, ez nem az enyém. Ezt én nem viszem tovább. És a karma tisztításnak ez egy nagyon alapvető, a konstellációs technikába illeszthető módszere, és még egy rakás van, biztos vagyok benne, de már ezzel a nagyon világos megkülönböztetéssel, a külső és a belső tekintettel egyaránt, ez a karma tisztítható, és jelzem, nagyon jól tud működni. Nálunk van egy olyan módszer, amit úgy hívunk, hogy őstiszteleti szertartás. Ez kóreai chan do je, a chan az a menny, a do az az út, a je pedig a szertartás maga. És ez azt jelenti, hogy a mennyei út megtisztítása. Itt most ne valami szenteskedésre gondolj, hanem annak az útnak a megtisztítása, ami a földön és az égben, a megnyilvánultban és a megnyilvánulatlanban egyaránt van. Tehát azon ősi karmák, akik már nincsenek testben, és azon generációk karmái, akik még testben vannak, vagy már testben vannak, ezek összefüggenek. Egy hatalmas malomkerékre gondolj, az egyik részét látod, a másik részét nem látod. Az egyik része vízben van, a másik része szárazon van. A malomkeréknek egy tengelye van, de kétféle állapot, a vizes vagy száraz, megnyilvánult vagy megnyilvánulatlan.
És az őstiszteleti szertartás azt hozza, hogy egyrészt egyben látom a kettőt, és mindegyiknek tisztelet adok, akár testben van, akár még vagy már nincs testben. És ez a tiszteletadás, elismerés olyan tapasztalással járul, úgy rendbe vágódik az ősi karma mögötted, fölötted, hogy nem lehet szavakba foglalni. Ezt mindenki, aki elvégezte, tudja. Ez például egy eszköz a transzgenerációs karma láttatásában és oldásában, és hogyha megfelelő karmát vidd tovább, tehát ne add vissza az egészet, mert akkor az akaratodból semmi nem marad. Tehát megköszönöd azt, amit tovább vihetsz, és visszaadod azt, amit nem vihetsz tovább. És ez egy alapvető, tisztuló, energetizáló állapot. Még az állításhoz mondanék valamit, hogy ugye ez lehet úgy, hogy te kiülsz, hogy van egy problémám, nem tudom az okát. Bajom van vele. És akkor választ ki magad. Még valamit azért mondasz, én ilyenkor csak annyit szoktam, hogy még egy kicsit beszélj. Ennyit mondok. És akkor azokat is fölrakjuk. Te ugye ülsz velem. Ott történik valami. Akkor fog történni valami, ha megváltozik a tudat. Ha nem, akkor nem fog semmi se történni. Ugye itt az fog lenni, hogy ebbe a tudati térbe a te fölrakott problémáiddal beazonosul, aki ott van, vagy teljesen, vagy részlegesen, és megmutat valamit. És ez a valami, ez eddig ismeretlen volt, nem tudott volt. És annál valószínűbb, hogy megnyilvánul, hogy minél kevésbé akarnak valamit megmutatni. És ez meg teljesen ugyanaz ez a... Vagy ez. Tessék, ez ugyanaz. A kölcsön adom. Tessék, úgy. Tehát, hogy ugyanez, nagyon hogy jó. Ha ez megtörténik, akkor ott meg fog jelenni valami. Na, de ha megjelent, ezért van az, hogy át is alakít az az energia. Mert már megjelenhetett, ami eddig nem tudott megjelenni, mert te nem értetted, hogy ez miért van. Én csináltam több éven keresztül azt, hogy havonta egy nap olyan pácienseket hoztak a tanítványok, akikkel elakadt a terápia, és nem boldogultak. Hát ez 5 vagy 6 ember volt, ez egy egész napig tartott, és hát döbbenetes dolgok jöttek ott ki. Én egy dolog miatt hagytam abba, nem olyan rég, még egy éve sincs talán, mert úgy kimerültem, hogy 2 nap alatt tudtam összeszedni magamat. Ugyanis ezeket a tereket tartani kell. Uh-huh. És hát ezeket a tereket nem könnyű tartani, és nekem egyes házas plutonban és rengeteg energiám van, de hát azért mindenek van határa, és ez fogy. Nagyon sokszor azzal rombolják le, ha mégis ez létrejön, hogy elkezdenek tanácsot adni, magyarázkodni, nem kell ilyet csinálni, mert elkezdek magyarázni, meg hogy ezt hogy értse, meg mit csináljon, meg még sokszor jöjjön el, ugye ez már akkor pénz, tehát hogy sokszor jöjjön, ezek szétzilálják az egészet, és belerondítanak ebbe a történésbe. Tehát nagyon fontos az, hogy a folyamatot hagyni kell, én ezt folyamat instrukciónak hívom, tehát hogy egy folyamatot elindítunk, és az a folyamat megy tovább. És neki is megy az életébe tovább. Hát rengetegszer visszajeleztek a tanítványok, mert ugye a szupervíziójára járnak hozzám, tehát mondják, hogy ez is megváltozott, az is megváltozott, így, úgy, amúgy. Nagyon kell vigyázni, mert ilyenkor azt hiszik, hogy akit elhoznak ki hozzá, az mind meggyógyul, ez nem igaz így. Tehát elindultak a folyamatok, energetikailag ezek megalapozottak, és nem az energetika a fő hangsúly, az informatika. Tehát az az információ, ami nekem az életemben nem érthető módon megakadályoz, az az információ. Áthaladtunk rajta, és egy másik információ jött a helyére, amivel aztán élem az életemet. És ez a lényege ennek, de ehhez meg kell a tudatnak. És akkor az, hogy taníts meg, Béla, én nem tudom megtanítani. Tehát ezt nem lehet megtanítani, ez nem tanulható. Ez tapasztalható, és átélhető, és csinálható, és hát akkor van olyan, amikor sikerül, van, amikor nem sikerül. Ha nem sikerül, az is lehet, hogy legalább annyira fontos, vagy még fontosabb. Tehát, hogy ez is ott történik, és ez nagyon fontos, hogy ez ilyenkor ez az információ képes átalakulni. Hogy pontosan hogy csinálja, a fészkes fene tudja. Nem tudom.
utolsó kérdés ma este. Akkor én csak egyet szeretnék kérdezni. Volt szó, hogy a 4% és a 96%, ez így megragad bennem. A fő probléma az... De azért az nagyon látszik, hogy informatikus vagy. Na, köszönöm. De a jobbak közé tartozok. Ezt is köszönöm. A legjobb. Hát nekünk dolgozik. Akkor hát a legjobb. Nincs több kérdése. Jó, bocs. Semmi gond. Szóval csak azt szeretném kérdezni, hogy akkor a fő problémát az okozza, hogy igazából nem is akarjuk magunkat megismerni, vagy nem engedjük? Az akaratnak itt nagyon felszínes szinten leáll. Tehát ez nem azon múlik. Az akarat inkább ahhoz kell, hogy adjam magamat ahhoz, hogy megtörténjen. Nem attól fog megtörténni, hogy akarom, vagy nem akarom, és akkor nem történik meg. Hanem tudom-e adni magamat, és az, hogy adni tudjam magamat, ahhoz kell az akarat. Tehát nekem ez így van ebbe. És a megismerés, mint lehetőség, az tökéletes. Tehát ha te tudsz kezelni egy számítógépet jól, és meg tudod csinálni, én odaülök, én nem tudom megcsinálni. A számítógép ugyanaz. És ez ugyanúgy a lehetőségeink is itt vannak. Mindenkinek megvan a lehetősége, hogy a igazi lényegiségével kapcsolódni tudja. Mindenkinek megvan. Az, hogy meddig jutunk el, az már nem biztos, hogy... De a végén el fogunk jutni. Tehát, hogy... Ez az alap, hogy mindenkinek megvan a lehetősége, hogy egyé váljon a lényeggel, ami önvalónk, vagy éppen Buddha természetünk. És a szívszutrában ott van a végén, nem sok pszichológia van a szívszutrában, de ami van, az nagyon fontos. Az akadálytól mentes tudatban nincs félelem. Fordítva, ha valamilyen akadály van a tudatban, annak a mélyén biztos, hogy valamilyen félelem van. Tehát az ember néha annyira a saját kényelmi zónájának a rabja, és annyira fél attól, hogy a fix önképe megváltozik, és valaki más lesz a saját és mások szemében, mint eddig, hogy leblokkolja a változást, leblokkolja a fejlődést, ezzel leblokkolja a tudatosodást is. Hogyha az akadály elhárul, elmúlik a félelem, és az úton tovább lehet haladni. Szerintem ez nem jelenti azt, hogy ez innentől kezdve fáklyás menet. Tehát van egy az a régi magyar mond, aki dudás akar lenni, pokorra kell annak menni, ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni. És hogy ott vannak a férges kutyák, abból lesznek jó nagy dudák. És ez azért fontos, mert rálátsz a saját traumáidra a gyakorlat által, az nem fáklyás menet, ezért szoktam a zent a buddhizmus felnőtt változatának nevezni, és nem ez a kis tutuigatós New Age konfetti haigáló, ilyen kis lila ködben úszó valami. Ugye tényleg találkozol azzal, ami benned van, ami te vagy, de még sosem láttad. És ennek a tudatosodásából lesz rengeteg energia, mert voltál annyira bátor és őszinte, hogy szembeültél a karmáddal. És ekkor ez a nagy kérdés, hogy mi ez, ez elkezd olyan válaszokat adni, amiből látod, hogy az információ felszabadult, mert fel kellett, hogy szabaduljon, tehát tudatosodott, elhárult az akadály, elmúlt a félelem. És ekkor megint egy lépésre közelebb kerültünk igazi önvalónkhoz, mert csökkent a távolság igaz természetünk és önképünk között. Csökkent a távolság, mert merünk őszinték lenni. És ezért zárszóként részemről csak annyit mondanék, hogy a nulladik meditációs technika az, hogy mersz őszinte lenni magaddal. Hogy mersz látni. Ezt a látást felvállalni a legnehezebb, mert mindent csinálunk, csak nem ezt. És ezért az ember tud embertelen lenni, emberi lenni és ember fölötti lenni. Hallottad az előbb, hogy az elefánt nem tud elefántabb lenni, vagy elefánttalan lenni, mert nagyon be van határolva a működés. Az állatoknál ez a csakra zárva van, nem tudatos a gondolkodásuk. Fantasztikus kognitív folyamataik vannak. Én szeretnék olyan intelligens lenni, mint egy delfin. De nem szeretnék delfin tudatosságban élni, mert már ember vagyok. Úgyhogy szeretném azt javasolni, hogy mindenki vállalja el a teljes lényét, de ne azonosuljon semmilyen karmájával. Ekkor tudunk irányt tartani, felébredni, segíteni másokon és magunkon egyaránt. Mila? Ugyanaz. Ugyanez? Akkor nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk ma, tanítottál minket, megköszönöm a figyelmet, és folytatjuk a megkezdett munkát holnap. Köszönöm. Eredményes fejlődést nektek. Köszönjük szépen.